Azt a bánatos pékre hagyjál. Jóisten itt. Azt miért lép ki vezetni? Na mindegy. Ja, most kezdődik. Jó. De amúgy szavaztok, fiúk, lányok, hoztam nektek. Üldözöl a Legend Beast. What? Ja, közben meg Patrick meg csatlakozott a konvojomhoz. Na, nézzük, hogy megszerezzük-e az elektromos Volkswagen-t. Ez a videó arra fog szólni. Elnézést, ilyen buzis hangon mondtam. Szóval a Lego McLaren az elérhető, de a Ferrari miért nem? Remélem nem terepfutam lesz, de ha igen, akkor terepautóval kell menni. És a legjobb terepautó nem más, mint az RS200. Volkswagen-t azt terepfutamon kell megnyerni. Valahol sejtettem, igen, mert nem hiába az valaki rally Subaru-t. Ez egy egész promkó kis live lesz, jó? Igen, live lesz. Az terepfutam lesz. Igen, van benne tereprész, tehát át kell rajta menni sprintbe, meg minden. Amúgy meg szavaz Patrikom. Tehát igen, itt van Patrik is, becsatlakozott a partiba. Igen. Csatlakozott a konvolyhoz is. Na lássuk. Lássuk, hogy meglesz az elektromos G-Wagen, hogy majd csak az a videó címe. Na nézzük. Go, go, go! Let's go! Legjobb az RS200 terepre. Nyom vagy Pagani csúszkának, hogy össze-vissza meg a Maserati. Hát, ha nem lesz meg, akkor úgy látszik nehezebb nehézségi szinteken majd raknom az egészet. Ha nem tudom, hogy szerinted, Patrik, milyen nehézségi szint kell a Volkswagen elnyeréséhez? Profi vagy verhetetlen? Jó, akkor azt hiszem, ha nem, én mizé hagytam. Jó, akkor majd jössz velem a következőnek, ezt megcsináljuk. Mert most már minden, hát most már mindegy, mert nekem se lesz meg, mert én izényt csinálom. Igen, gyakorlott szinten. Viszont akkor már az egész összeszámított meg kéne csinálni ebben. Akkor lesz egy ilyen jó kis hosszú Forza videó, mert ezt már rohadt rég nem csináltam YouTube-ra. A vezetésem meg egyenesen szar. Marra szarul játszok, de még az a szerencsé, hogy az RS200 összkerekes lett alakítva. Én ezével vagyok a Hunigenessel. Ups! Ja, igen, S2-es kategória kell. Ugye itt vannak bajban a játékosok, meg az NPC-k, mert azért terepen a hyper autó csúszik, de a rally összkerekes autó azért nem. Max akkor, hogyha megfogja a
még akkor. De már... legutóbbi videó is marha sokat szarok, és nem vagyok utolsó, hanem csak a harmadik. De kurva szarul vezetek. Az utcsó két ember meg szinte szar nem csinál a csapatból. Ők utcsó két helyen vannak. Nagyon bénák. Hát épp ez a baj. De mind. Hát ezt nem akarom elvinni. De elvileg, hogyha verem okozaton kell csinálni, és ha valakinek azon van, akkor elvileg megkapom, mert a csapatba kell csinálni. Elvileg, nem? Igen, csapat, de ha valakinek azon van, akkor elvileg nekem is, hogy meg kell, hogy adja. Ha nem, akkor meg újra játszás mondom. Amúgy az egész jó, hogy az RS200. Hát figyelj, nekem nem adja be, addig megválsz, aztán jövök én is. Mert akkor azt az őszízét ki akarom farmolni, mert azért ez a Königsegg van egy, az kéne, mert az DLC-s autó. Én meg nem tudom használni, mert homoltattam a kisakkomat, mert amíg nem homoltattam, addig tudtam használni a DLC-s kocsikat. Azóta nem tudom. Érdekes mondani, a Forza 7-nél meg ez nem okozott gondot. Na mindegy. Én aminek én pályázom, most ugye... A 14 millióból maradt 10, mert én 4 millió kiváltottam a Forzaton helyett az Aston Martint, és a maradék Forzaton pontból megvettem az új AMG Sedan Mercit, úgyhogy Forzaton live-ot is kéne nyerni. Nagyon. Hát, az új AMG a Sedan, amit be is mutattak, azt hiszem már magyar izé autó menő maluk. Tessék, ide jó az RS200-e? Ez... Terepfeltam-e megint? Az úgy cumi? Felrad az érték. Nem bántam meg, hogy RS200-at hoztam, de marhán tud csúszni, még így bekapcsolt asszisztokkal. Ez ötkörös pálya. Ó, ez meg ebben még minden előfordulhat, még vereség is akár. Ja nem, mert a utcsó kettő utolsó lesz, meg így is meg lesz a pont előny. Hát azért kéne gyakorolni. Gyakorolni és gyakorolni. Meg bekapcsolt asszisztal egyszerűbb lenne. Hát épp ez a baj. Hoppá! Kicsit megszuszakultam a Subaru bal oldalát. Azért, ha nem baszkodnám el annyiszor, akkor a Subaru meg a RS200 egy kaptafán pendül.
Köszi! Nagyon nagy a második helyen behúg. Ja, még van egy kör. Fel-fel megyek a Subaru-ba, baszki. De nem semmi az RS200 meg egy újra a VRX-től. A gyerekre is baszta. Gondolom átra figyelj, bazd meg, majd ő legyen az első, nehogy véletlenül én. De elbaszta ezért, és is én leszek az első. Hát én, most amennyi achievement bejött, ugye én a DLC-ket is kifarmoltam, mert megvannak amennyire tudtam, de... Ó, bazna, nem ahogy ez megint erdőtere futam lesz. Coast Worlds, szuper futam. Ó, bazzeg. Már az lő, hogy csak aibotok ellen kell menni, de agresszívak. Na bazd meg, hát ez durván kilökött. A geci nagyon agresszívak amúgy az NPC-k. Baszottul agresszívak. Terep pálya bazd meg, aztán nem tudunk menni. Én utolsó előtt meg kilöktek. De a csapattársaim sem valami jók. Na ez bassza meg a Königsegg meg ez. Ezek kellett nekik hozni ilyet. Hát ha lesz keresettem, mert én csak azért vagyok itt home, mert nincs még munkahelyem. Kilépte a konvojból, látom. Ja. Ez én ahhoz Ferrari-t hülye gyerek, hogy beszállsz vele a mezőre. Ez jobb az összkerekes. Jó, mondjuk az összkerekesnél se kapcsolom ki az asszisztot azért, mert elég jól el tud rántani. Még így bekapcsolt asszisztal is el lehet dobni a kocsikat. Jó, mondjuk az RS200-at nem arra tervezték, hogy ilyen hiperautók ellen versenyezzel. Hanem arra, hogy rally. És bazd meg, kiadja a cseppet, neki mentem, hozzáértem. Ez a játék egy szar. És én vagyok az uncsó. Hát geci ez a játék. És megint! A kurva anyád! Ez a játék egy szar. Menj a bánatosok. Na jó, minden kettőt megnyertünk. Most a negy versenyt elbuktuk, nem baj. Verseny vége. Én be se érek ma, úgyhogy mindegy. Hát bazd meg, pont az uncsó versenyre kell volna hyper autó. Csak hát akkor meg lehet, hogy vesztünk alapból. Hát ez kurva jó, komolyan mondom.
Laci, hozzáérek, bazag, és nem adja be. Annyira elegem van ebből a retkes játék, hogy a faszomat azt. Teljesítve, sprint verseny, teljesítve, így is. Kettőt nyertünk, egyet buktunk. Most ez annyira nem számít, mert három volt, abban mondom, ha kettő megvan, az úgy fasza. Ráadásul... Na ja, mert ugye az első kettőnél bőven 1000 fölött volt a csapatpont. Egy csapat, bajnokság győzelem, ez az. Legyen 10 teljesítve. Na, megvan a Volkswagen, megvan! Megvan, elnyertem! Bautsike! Megvan a G-Wagen! Yes, yes, yes! Oh yeah! Házáz, megvan a Volkswagen! Megérte hozzá az RS200-at! Oh yeah! Oh yeah! Ennyi! Yes, az! Horizon Life játékmenet keresése. Na, hát nem fogunk azért egynél itt megállni, hölgyek és urak, hanem megcsináljuk a teljes kihívást, mert csak meg kéne őket találnom. Mert legyen meg az összes nyeremény, ráfügtem arra a Königszegre, illetve elmegyünk majd forzatonozni is, hogyha lesz. De azt majd Patrikka. Ugye Patrik hangilag nincs a videó részében, de a játékban itt van. Meg lélekben. Mármint mit a versenyt? Azt az oroszlánnál tudod elindítani. Jutalom, NBA 63 egyéni. Ja igen, kóba is meg lehet már csinálni, értem. Szerezd meg a második átlag. Gyakorlod, drive-otok el. Várja, gyakorl. A gyakorlott az a izé fölött van, nem? Mert nekem azt hiszem igen gyakorlott fokozatom van, ja. Hát tudja minden igaz. I'll try and find time in my schedule to come watch you drive. Ugye Kóba egyből elindulna mind a három verseny, csak... Olyatok, igen, Volkswagen, igen, megvan. Állj! Ne, jól van már, oké. Okay. Oké. Okay. Tudjátok mit? Akkor menjünk az összkerekes Audi RS6-tal. Ami full alap. Nem figyeltem arra, hogy volt ezen a versenyek alatt, mert tudja, hogy a YouTube izél a copyrightja. Tehát, hogy a... vicces, mert mondom, ez a töltőképernyő, tudod, ami a versenyek előtt megy, ez a részek előtt, ez a... Erre is copyrightet kaptam a YouTube-tól, bazd meg, mert itt szól a zene ennél. Tehát, hogy itten körbe mutatja az Audit. Baromira elegem van a YouTube-od, tényleg! Szakértőnek... Ja, szakértő fokozaton vagyok, úgyhogy meg lesz minden nyeremény. Na nézzük, full alap event! RS6-os! Oké, szólt a zene, úgyhogy kinyomom, mert nem akarok copyrightot. Ugye a Twitch nem adja meg. De a YouTube-ra is megy a videó, és az meg megadja. Az M8-as motort befigyel. Full alap RS6-os. No tuning. És tudja, tudod mit vallok én meg neked? Patrikom. Full alap autóval sokkal egyszerűbb venni, mint ha főtuningolnád, basszus. De a haja...
Már jó, mert érzed a különbséget, tanul meg. Tehát full a lappal van, ezek sokkal egyszerűbben boldogulsz. Főleg, ha még terepályára is viszed azt. Az az összkerekes audio. Még az, hogy a Forzának az a baja, hogy... Tehát a Forzának az a baja nálam, hogy ugye nem kormánnyal játszom, és érződik rajta, hogy alig fordulnak az autók. Hiába, mizélem a gombát. Csavarom. Nem reagál, vagy csak későn reagál. De az összes autó olyan. Ja, ez a szaros Vauxhall, mi a faszom ez megy elől. Most már nem. Amúgy meg gyönyörű szép ennek a régi... Szupi. Amúgy meg gyönyörű szép ennek az RS6-osnak a belseje. Régi autó, de egyszerűen brilliáns ez az autó. Imádom. Ha kérdeznék tőlem, melyik a kedvenc autóm, mondanám, hogy a régi és az újak közt, de nevet nem mondanék, mert én imádom mindet. Tehát meg nem tudnám fogalmazni, hogy most ez álljon a szívemhez közelebb, vagy az álljon a... Tehát, hogy vagy az amerikai, vagy a német, vagy a japán, vagy az olasz, stb. Stb. Nekem ezekből a kategóriákból minden, ami jó, az egyszerűen imádom. Legyen az Lambo, legyen az Alfa, legyen az BMW, legyen az Porsche, legyen az GTR, Honda, bármi, Camaro, Dodge, Ford, én egyszerűen őrülten szerelmes vagyok a kocsikba. Én mondom, mert szerintem én mind vizsgáztam le, BMW raktam le a jogsit. De elsőről levizsgáztam, te az. Már több mint 3-4 héten megvan a jogsim. Mivel egy rally event, úgyhogy rally kocsit kéne, ami megy terepen. Az baj. Mondjuk lehet, hogy én is meg fogom szívni, mert nekem is full alap az autó, és a seggemben van a Vauxhall, de nem engedem megelőzni. Nyelme, kotrolcs innen! Láttam a bal fényszóró, te! Megvan! Első hely! RS6-os 2003-as Audi. Miért nekem is az? Várj, én nem is raktam rá skint. Rendőröset én nem tettem rá még. Az kéne nekem is. Hangari palica, hanga, yeah, hanga, upp, yummy. Tudom, hogy ki dobja. De én mást is ki szoktam dobni, érted? Igen. Igen. Nyerés. Hát figyelj, ha nyer... Nem. Hát, hogyha a csapatod olyan... Nem kell, izém van. Nekem meg lett úgy, hogy... Nem tudom, mi volt, mert én a csapatom nyert két versenyt. De beadta nekem, úgyhogy megvan a Volkswagen. Amúgy meg nem valami gyors, ihába rakom bele az nagyobb villanymotort, úgyhogy láttam én is róla videót. Még az ezt a 2003-as RS6-ot elfogadnám, de ezt fönntartani, bazzeg. Meg most már ilyen a... Meg már ez az autó is, öcsém, kimúlt a piacról, tehát használtan ez... Használtan ez a kocsi, ez nagyon el van, úgymond, használva tényleg. Tehát rengeteg lenne rajta a javítás. Azért, mert nem akar semmit csinálni, csak afkolni. Ha ti dolgozzatok, ő meg csak veri a faszát téma. Érted? Hát de most nem, bazd meg! A de figyelj, a csoportosan vagytok, a pont számít. Ha te vagy két-három gyerek az első top 3, de neked a kéknek, a kék csapat számít, nem a vörös.
Na, akkor tartsátok meg. Kettőt, ha benyertek, ma megkapod az autót. Mert most az úcsót... Mert ha úcsót elbukjátok, azzal nincsen baj. Az úcsó el lesz bukva, az nem baj, mert azt mi is elbuktunk, de kettőt nyertünk, úgyhogy meglett a kocsi. Ja, na várjál! Mondok jobbat. Múlt héten ugye a haverom segített megszerezni a Ferrari 599-et. A számítal, úgyis abból lett egy ilyen 20 perces videó. Na mindegy, ám az ellenfélben már megvolt az elektromos Volkswagen, és elmondta, hogyan lehetett becsítelni. Mert azt becsalták. Tehát be lehetett csítelni. Be tudta magának rakni az összes számított, és kiformolt, és megvolt neki a kocsi. De azért tényleg, tehát megértem, hogy én a GTA San Andreas-t, már még mindig cheateltem nyilvánvaló, mert nem tudtam sose kijátszani, csak a GTA 5 volt az egyetlen, hogy a GTA, amit becsületesen kivittem, illetve más játék, de azért nyomorult nem kéne lenni, tehát autós játékhoz nem kell bazdnak akkora tehetség, hogy bazdnak megnyeri minden, minek oda cheat? Várni nem lett volna rá egyszerűbb amúgy. Tehát autós játékot bazdnak fölösleges becsítelni, mert még a vakember is meg tudja csinálni, meg a hülye is. Még így is, hogy el vagyok szokva a Forzától, mert más a crew, más a Forza, más egy NFS. Még így is bazdmeg simán hozom, ráadásul szakértőnek való fokozaton. Mert azért játszottam verhetetlenem meg profi szinten, az már nekem nagyon nem feküdt így kontrollerrel se. De a szakértőnek való fokozat az még megy. Pláne alapautóval. Meg most újra nekiálltam pénzt farmolni, mert azért 4 millió volt az 2019-es Aston Martin, ami bejött a Forzaton shopba, hát nem volt olcsó, mert volt, aki 20 millióért kínálta, csezd meg! Ez szép. Legendás öltöző. Ja, ezek már megvannak. Jó, hát igen, megvannak kettő. Hát mondom, kettőt ha megnyertek, az úgy oké, és mert a harmadikat bukjátok, azon nincs semmi gond. Akkor ugyanúgy meg lesz a kocsi. Egy a baj, hogy 100%-ba kéne teljesíteni az őszi szezont, hogy meglegyen a Königszeg. És van multiplayer. Van multiplayer verseny, az a baj. És én meg nem tudom azt megnyerni. Azt a zombisapig. Imádom azt a játékmódot. Mindegy, ketten megpróbáljuk, mert lényegében most az a lényeg, hogy nyerjek, azt hiszem. Tüzet? A moskasz... Várjál! De tüzelsz? Azt az állat szokta. Ezért kirakja a segét az Audi, miért? Az enyém is kirakja, de én meg tudom tartani. Én fék nélkül megtartom, úgyhogy elengedem a gázt. Azért az összkerék visszahúzza. Terepre fel. Hát terepen miért ne hoznál be egy paganit, basszus? Azért vágod, hogy a Hyper autó terepen semmit nem ér. Az összkerék még mindig többet megy ott. Egy alapautót sokkal élvezetesebb belső nézetből vezetni. Mi elvesztettétek a futamot?
Hát mely, most a második versenyt csinálod, hogy már a harmadikat. Jó. Mert a harmadik verseny ez full aszfalt. Tehát azt meg kéne nyernetek, mert azon nincsen semmi terep. Igen, Pagani. Jó. De az utcsó verseny, ne bazd el, az a lényeg. Az utcsó verseny, mondom, full aszfalt, tehát ne csezd el, mert a vége a gát után van. Oda az Aston Martin is kellett menni a repülő ellen. Full alapból is kipörgeti a 245-öt az RS6. Jól megy ez. Még vannak olyanok is, hogyha csapatos túl megnyered a pályát, akkor volt olyan, hogy berakta oda nekem a csapat, tehát meg a, nem, a haverom autóját a lénytöltőképernyőmbe. A fekete maffia eres had! Nyert! Ja. Ez nem baj. Hát miért számítana az? A csapattárs, basszus. Na megvan az NBA 63-as Mercedes, ez az új. Oh, hello baby. Hello. Azért lehet kocsikat nyerni, na. Lehet, hogy vissza kéne szoknom a Forzához. De nem tudom, akkor lehet, hogy ebben minden... Vissza kéne szokni, lehet Dacist a Forzához, mert... Nagyon elszoktam tőle. Évszakos feladat, 173 km/h. Forzaton live! Hello, na akkor menjünk oda gyorsan, mert kell a Forzaton pont, bazd meg. Kezdésig hátra van 5 perc. Hát akkor várunk vele, na. Nem ezt akartam, hanem fast travelözni. Megnézzük, hogy mennyivel tud menni ez a Ferrari. És, mert ugye van évszakos trafipax is. És beleszámít a... Számít a Crew 2-ben van, bazdmeg, amit tegnap csináltam, meg is vettem fő videóra, mert már az agyfaszom kikaptam. Kikaptam tőle! Na váltsunk kocsi, nézzük meg azt a jó kis Ferrari-t! Tisztára ilyen Tomós Gamezone-osan beszéljek néha, vagy ilyen Bart... Nem. Hát... Tudod, mi a baj az, hogy hétvégére meg megint jó meleget mondanak, tehát, hogy egyszerűen meghűl az ember. Hát, ja, semmi kezdő. Épp ez a baj, itt ez a baj. És bazdmeg, én megérzem az ideális változást, és kurva szarul érint engem. Semmi kezdődik. Ilyen sose kopog le erőre, érted? Mert azért csúnya dolog az időjárás változás. Én már csak tudom. Amúgy vág ez, hogy pont a legszarabb helyre kellett betenni ezt a trafit, mert ez nem gyorsulás, hanem ez a sebességmérő, vagy mi a faszom, ne csökkenjen le. Hát bazzeg, miért nem tekeri vissza? Na! Kurva játék már legyen. Azaz, bazzeg, legyél sikertelen a jó ides vanyádat már!
Amúgy meg lett volna 173, mert 191-et elcsíptem. De vazd meg, ez a Ferrari, te! Úristen! Ez a baj! Megvan 180! Megvan az észlepos. A 173 kellett, igen, megvan. 173 kellett, úgyhogy megcsináltam. Már mikor kezdődik? 3 perc. Akkor még elmenjünk egy másik trafihoz. Itt mennyi kell? 321! Az nekem való. Hát Button ment a Ferrari-val 425-öt. De elvileg, amit beleraktam a Ferrari-ba a setup, az elvileg 500-al tudja pörgetni. Hát nem biztos. Mert ez a leggyorsabb kocsi a játékba? Azt mondják. Na most tudja a fene. Merre? Ja, visszafele. Merre van a trafi tényleg? Ja, itt ilyen a pontot. És Geri többen ment át a trafi fölött, mint én. Meg valamit tulok be, bazd meg előttem. Ja, meg... Ha nem megy, most pörög vissza. Nagyon lakos. Elvesztettétek. Ne, de... Mire vál meg a kurva verda tényleg? Hát úgy csúszik. Ja, leér az alja, azt szikrázik. Ó, bazd meg, persze, hogy nem néz irányítani ezt. Ja. Ja, értem. Hallod, amúgy amikor leér a kocsinak a... Bazd meg, eltűnik a kerék a textúrával. Ezt nem lehet irányítani, bazd meg. Ezt szerintem mégiscsak jobb lett volna a saját kezdetekkel tuningolom föl. A saját kezdetekkel volna feltuningolnom ezt a Ferrari-t. Hát nézd meg, eltűnik a kerék. Azt nézd! Jézusom, az a szikra effekt! Nem tudom, bazd meg, megtartani a kocsit! Akkor ez el van baszva így! Ezt a setupot választottam, pedig kicsi, pedig ez volt a még a legjobb. De megvan az évszakos event, mert 365. Tényleg, várj, kezdődik a Forzaton is, mi? Aha, megyünk is. Kell a Forzaton pont, mert... Hát, lényegében az az AMG Sedan elvitte a Forzaton pontomat. Az lesz, hogy én át fogom alakítani ezt a Ferrari-t, mert ez így nagyon gyötrelmesen fos. Forzaton live, starting in 5, 4, 3, a hátulja lejjebb, a hátulja lejjebb, a hátulja lejjebb van, mint az eleje, ezt nem is lehet nézni. Juss el a trafipaxig, na, merre? Ja, erre. Mert megy a kocsi, azzal nincs gond, amúgy egy egyes szint is jön, wow. Mondjuk ez a Ferrari, ez nem fog 500-zal menni. Ez a Ferrari nem megy 500-at. Rossz setupot töltöttem le, meg ezért le van ütetni. 100 meters. Turn left. 200 meters. Turn left. Az! Hát bazd meg, leltűnik az alja, beér a textúra alá, úgy szikrázik. Pedig aztán olyan setupot töltöttem le hozzám, mert ugye mondták, hogy nekem töltsem le, hogy ne se elkezdett tűnik olyan, mert akkor nem lesz olyan, hanem mond, töltsem le, és olyat és... Mi? A Ferrari-ra lép egy függesztés? Igen, beszorul a segge, jó, hogy mondod, a szikrázik.
Hát ez egy glitch, jó. És akkor... Hát nem az, hogy rally felfüggesztést tegyek alá, vagy mi? Hát ez egy marha jó lesz. Jó, még így is, hogy leír a senki, azért megy, mert 300 fölé elmegy, elmegy, 330. Jó, sem figyelm ezt a tabláig. Mert 330-ig elpörög. Akkor ezek szerint lehet, hogy aztán mégiscsak azt a setupot kell letöltenem, hogy minden egy csillag volt, nem kettő. Pedig már én a népszerűség alapján döntöttem. Milyen szárnyas BMW? Ja. Hey, hát ez a G-tier BMW. Van a játékban, igen, de az ezért kell kifarmolni számít ezzel. Mert megvenni gondolom nem tudod, vagy meg tudod? Ma az is csak izé... Ma az is csak ilyen éjszakos event eljött be, mert legendárja a kocsi, tehát nem tudod megvenni. Aukciós házon sincs. Recalculating route. In 100 meters, turn right. 281 méter plusz. Oh yeah! Na persze, hogy a téglafalat nem tudom kibaszni. Inkább ezt a Ferrari-t hanyagolom, mert nagyon szar, úgyhogy ezt át kell építeni. Ezt nagyon át kell építeni, ezt a kocsit. Én nem tudom, mivel menjek. Ja, hát megcsináltam amúgy a turbotaxit is, de hát... bepetém az is. Mondjuk a Bugatti Chiront kéne meg leckíroztatni. Te Bugatti Bugatti! Ja, se Chiron, 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 Chiron! Én a taxizást én ezt megcsináltam max csillagra, akkor még csak kettő, na mindegy. Ne, ez a fura, hogy nem tudom miért, mert nekem megvan a taxi, mert elnyertem, azt nem lehet megvenni, és nem tudom, még két csillagos amúgy. Lát, hogy bugos fos. Legalább a Bugatti Chiron tudom, hogy saját kezdődek tuningoltam fel, tehát tudom, hogy nem szar. Jumperi! 3-3. És persze, hogy az ütközés hatására sikertelen lesz. Hát meg miért is ne? Ez a játék már nem lehet szalap, tényleg. Ne a ház! Hozzak átrepültem a ház fölött, ó kurva! Hozzak átrepültem a tető fölött! Ezt a videót majd nézd végig, ezt az ugratást, te! Bedöntött ugratással elrepültem a ház tető fölött. Kamikáze. Around when it is safe to do so. Nek a Bugatti Chironnak a hangja egyszerűen memoár. Memoár, memoár. Nem ugye a 300 méter jó lett volna, hogyha a ház nem fog meg. Pont oda kellett építeni a parasztnak. No, mármit hova. Melyiket szeretnéd? 300 szét. De hát a Unicorn Mustang az Drift Mustang. Unicorn. Turn around when it is safe to do so. Azzal nem fogsz te egyenesen menni.
mehet a káromkodás, meg az oltogatás, igen. Juss el a sebességzónába, na. Get to round 3! In 400 meters, turn left. In 100 meters, turn left, turn right. Königseg? A szeg! Nem Königsvize, hogy... Örülnek. Akkor tudsz nyerni, hogyha tudsz. Akkor tudsz egy seggesni. Segre pacsi. Segre pacsi. De ezt mondtam! Hát most legalább tudod, hogy mindenhol a rajkocsi kell már, vagy alapautó. Ami jó. Jó! Autó sincs, mert meg tudod lefecsárni lényegében az eventet. Hat perc van még a izéből a forzatomból, és négyen csináljuk körülbelül. Hát nem egészen. Hát, mert még a fele sincs meg a csíknak. In 100 meters, turn right. Turn around when it is safe to do so. Óvatosan bánok a Bugattival is, mert azért tudom, hogy milyen. Virgonc egy kis autó. Turn around when it is safe to do so. Hát az 5 perc alatt aligha lesz meg. De a fele már megvan. In 100 meters, turn right. Nem, miért? Tudod, mert jó. Turn around when it is safe to do so. Na, nézem, akkor forzatom, és csak forzatom azon nagyon egyedül, mert ha lenne, akkor tudnám vinni autót onnan is. Ha lenne, forzatom az autót. A sokból. Ez az. Turn around when it is safe to do so. 6 milliónál járunk, basszus. 4 perc van még a Phantom Knight-ból, és bazen nincsen még meg. Tehát még nagyon sok hiányzik azért. 4-en csináljuk, baszki. Ez durva. Én vagyok a Chironnal, meg valaki az ott XX-et, és a Ferrari 99-en úgy sem. Turn around when it is safe to do so. Turn around
22. Most jobb voltam. In 100 meters, turn right. Áj, ne, mit csúszik? Átudja a segít. Kösz. Mit kösz? Nem mentem neki. Nem tud vezetni, ez az ő baja. Már nem is megyek, én megállok. Már megvan. Hatom forzatom pont ez az. Az azért durva, hogy 60 forzatom pont az jó. 190 méter az évszakos event az ugratónál. Gergely barátom ugratott 275-öt a Shelby Monaco Calci-val. Az úgy durva. Na, ez melyik ugrató? Szerintem a hegyvidéki lesz, tuti. Mi adott az ugrató a... Ben a dzsindzsába. Ja, szállt ez a hegyi ugrató, bazd meg. Jani vagyok a hegyről, ki bekapja egyből. Van is egy ilyen nóta amúgy, nem hallottad még? Az hogy lehet? Ja, meg túl. Még túl fiatal vagy, végülis igaz. Hát az nem lett meg. Hát azt nem Bugattival kéne megcsinálni, mert az nagyon csúszik, úgyhogy kéne. Hát merész taktikát választok, de tudom is, hogy mi kéne. Hozzam a Toyota furgont. Azt kellett, bakán, a hátsó kerekesre alakítottam összkerékből, az meg kiküldi magából a 300-at is. Mert a fölött megy. Csak azt mondom, hogy a Dakar autó felborul. Miért? Ja. Ja, hogy ez az az ugrató. Ja, már itt is van egy ugrató. Oh, fuck shit. Egyszer bevodulok én. Hát a lányos DLC-s autók voltak, te. Mindegyik az volt. Hogy a picsába ugrassam meg a 100, mit tudom én mennyit. Mert ilyen a farza, aki dobálja a játékosokat. Nagy köszönt egy szar. De mi? Na, akkor már nem tudod használni, akkor gondolom meg viszont. De bazd meg, milyen kurva autóval menjek geci ezen a szarúton föl? Hát nem hiszem el már! Annyira imádom, hogy ki kell sakkozni mindent. Mert nem mindegy milyen irányból csinálod meg, nem? Mert akkor a kocsi úgy viselkedik. Áááá, végülis igen. Figyelj, full gázza le!
207, megvan. Várjál, ez 207, aha. Geri 275-t ugratott, bazd meg. Jézusom. Én vagyok amúgy a... Én vagyok az ötödik helyen a Toyota bajával. Hát köszönöm. Én egyébként baja vagyok. Baja vagy, tényleg? Hát megyünk a bajára, jajajajáá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 á
Ez jó volt. Aztán akkor a a hegyről fel a hegyre, jajjajjá. Ez egy őrült live. Én mindig őrült vagyok, ugye? Alfa Romeo 8C Forza Edition, hát ami megvan. Kül neked megveszed, odaadjam. Majd ha megnyerem megint. I've heard a lot of good things about this autumn championship. Suppose I'll be hearing more now that I know you've signed up. Patrick. Patrick! Where are you? Tisztelje horrorosan, eljön horror buzisan. Na, hát rengeteg Ferrari-m van, illetve van Pagani-m is, Lamborghini-m is van az eventre, úgyhogy mászni, hogy van ami alap, tehát elvileg akkor könnyebben kéne boldogolnom vele. Puh, bazzenek se... Ha csak alap is. Ugye ezt nem tudom használni sajnos. Na, 8-1-8-5. 8-8. Elvileg a Huayra-nak a legnagyobb a sebessége. De amúgy ezt full alapon hagytam, tehát azért mondom, az összes kocsit nem fogom feltuningolni, hogy eltorzítsam a hangját. Valamikor az alaphang jó. Eladhatom majd. Úgy is kérdez, hogy beváltsam. Hát be is fogom váltani. Azért a pénz az beszél, vaze. Az bizony, pénz, anyám! Pénz. Na nézzük a full alapú helyre, hogy megy. Hát elég szarú utolsó előtti vagyok. Mert az ugye az olasz verseny, tehát Pagani, Lambo, Ferrari, Alfa Romeo. Meg nem tudom, hogy mi olasz. A sávő, meg a Maserati. Az francia, te hülye. Meg mit akarsz egy fiattal, te fa? Meg nincsen Fiat a Forzában, más. Ne! Bazd meg, és nem hiszem el! Nem tud geci fordulni! Jó, hát már ez nem lesz meg. Harmadik vagyok, nem érem utolgálni a másik kettő elsőt. Ne! Két izi urakan megy elő, basszus. Nem érem őket utol a célig. Vagyis urakan és Gallardo, bazz. Ne gyere belém! Kurva, nénikét meg vagy innom.
Már előlem! Hát nem igaz! Hát geci, ahol meg lett volna az első helye, nem jön belém, bazd meg. És megvan! Azt a kurva! Megcsíptem az elején, bazd meg! Jézusom! Tudod mennyi múlott, bazd meg, hallod? 1.43.5.37, 1.43.7.7.7. Bazeg! De az csak pár tizedes különbség, te hallod? Azt hiszem a Paganit mégis lehet, hogy tuningolnom kéne. Sőt, biztos, hogy tuningolnom kéne a Huayra-t. Várjál, menj! De ez a vicces, hogy mit tuningoljak én rajta. Az a vicces, mit tuning... Mert S1... És elvileg nem lehet S2-es az event, azt hiszem már. Ha minden igaz! Én meg mindjárt alszok. A 2000 dollár is pénz, hát mindegy, legalább szalt nem pörgettem még eddig. 20 000, na. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg a rohadt kis geci fiat. Úgyis megvan, úgyhogy eladom. Ruha 5-15 000 dollár. Kék-zöld, mi a francom gatya ez? Sárga motoros bakancs. Az se volt meg, úgyhogy megvan. Azaz! 425 000. Egy Ford, de hát ez a Ford is megvan, úgyhogy 25 000-ért eladom, hát nem francba. Már csak arra kéne rájönni, hogy olyan turingóhatom a kocsit az esemény véget erősebbre? Azt, nem, S1-nek kell lennie. Az marha jó tényleg! Tehát ez meg, és a Gallardo és az Huracán lepipálja a Paganit. Mondjuk ha szakértő fokozaton játszom, akkor alapból erősek a drájavatárok. Na mindegy. Ja, mert ha kóba játszanám, akkor elsőnek kéne lenni. Nem pedig második, meg harmadik. Brrr. Brrr, bre. Na, azt mondja, sebesség 8-8, tehát a leggyorsabb elvileg. Irányítás 8-4, gyorsulás 7-4. A gyorsulása meg nagyobb az Huracánnak, mint a Paganinak. Wow. Azt a marha meg a minden... Gyorsulás 7-5. 7-4. Még 9 a gyorsulása, bazd meg. Azt a bár... Akkor megyek Huracánnal, faszom. Úgyis már dikitteltem. Nem, mint ilyen, csak buddy kitteltem, nem csináltam rajta semmi más. Tehát a kereke az annyira ott rombán néz ki rajta, hogy nem tudom. Innen látom. Nem esős. Hát... Na, ezt a kívást is teljesítettem, szupi. 205 forzatom pontom. Jaj, nem, bekapcsoltam a rádiót, de gyors kinyomom valahogy. Még az irányítás is jobb a maddig hitelt Huracánnak, te simán 140-re veszem a körforgalmi kanyart.
Röhely amúgy, mert most Huracán hoztam az első, meg Pagani Huelyra, azt hiszem. Ja, hát a gyorsulása nagyobb az Huracánnak, végsebessége meg elég gyenge. De... Gyenge, kormány, bazd meg, elrántja a játék! Hallod, fogom, bazd meg, és berántja a mezőre. Nem, Huracán megy elő. Még pedig az, aki mellettem állt a töltőképernyőn. Hát ketten azért nagyobb esély van lehozni, hogyha tudtok vezetni például. Hát tanuljál meg! Hát nem olyan nehéz. Nem fuggázzak el, menj a kanyarba. Desert 64, ja, a Desert kolléga megy elő a drive-otára. Az is szokott florizázni nagyba. Meg alósika. Jaj, ott a finisja. Ez nem lesz meg megint. Harmadik vagyok, az jó. Ha fő van neki húzva, miért ne? Az a legjobb, a Lego autó, tudod milyen OP? Szarán ne tedd, mi? De amit én... De bazd már! Te, ha belemész a textúrába, geci leránt! Én második lettem, mindegy. És hagyd ki a checkpointod, kurva játék, azaz! Jaj, a második hely is győzelem, leszarom. De azt hiszem az Huracánon javítok. Igen, már az Huracán csak ki... Mennyi? 92, hát akkor egy 10-es még lehet rajta javítani. És a kábeles nálatok milyen szar az is, mert nekem az van is marha, hogy haza tudok videózni. A legjobb! Oké. Okay. De nem a telekomot mondom, a sima kábel, amit kábel tévéhez kapsz. Nem telekom megízni, mert nekünk sima kábel tévés netünk van. Mármint maga a városi, vagy a faszom tudja mi... Hát azt kérdem, hogy az milyen nálatok, ha az jobb, mint az, akkor csináljátok azt, hogy ti is megszüntetik a picsába, mint mi. Aztán ennyi. Aztán lesz jobb neted, meg lagmentes neted. Jó, lagmentes nekem se az, de azért erős, na. Na, az jó. De az is csalbérlet, legalább nem penészes a fal, ugye? Kettőt kéne nyerned, basszus, és megvan a kocsi, nem kell mind a hármat megnyerni.
9. vagyok a Huayra-ba, az meg. Ugye elhunnak, ráadásul az utcsó pálya pont a 3 körös kis fospálya. Nem is tudom őket lekörözni. Kuntacs is jött. Az benne lesz, hogy nyitva a speedbe is a Kuntacs. Egyenesben nem érem utolva se az Huracán, se ezért, mert annak nagyobb a gyorsulás, mint a Pagani. A végsebességének a Pagani többet megy így. Nem reagál az Y-nál, faszom! Elegem van ebből a játékból, szar! De nem, bozd meg, kurva Y-t és nem tekeri vissza! Nem tekeri vissza a kurva játék, bozd meg, egy szar! Hát bozd meg, egy lagos szar az egész! Hát... bozd meg, a kurva életben a játéknak, te minden másra reagál egyből a Y-t a kontrollál, más játékban Y-t, csak itt nem! Baszom a Forzába, el van bassza úgy, ahogy van. Reagál rá, bazzen. Nyomom, nyomom, azt nem csinálja. Olyan, mint bazd meg, hogyha kihagyna a játék izéje. Izéje, nem tudom, néz. Faszom tudja. Nézzük is, oda néz. Most is! Nyomom az Y-t, bazd meg, azt nem csinálja! Faszomat ebbe a genyó játékba, már tényleg egy fos. Nem fogom törölni a gecibe, aztán jó van. Mert nem a kontrolleremmel van a baj, hanem genya ez a szar játékkal megy, már idióta, fos az egész. Nem képes, bazd meg, geci, reagálni! De mert csak 7-9 a speedje, tehát ugye a badik itt az rontott a kocsin, de összkerekes. Jó kis pályára találjon, már jó kanyarodik. Aventadorjé van ébben az meg, de jó! Mind a három verseny annyi sprint az... ja, mind a három sprint a Volkswagen esté. Na már rajta, azért megkókodik a hozzakán, ott látszik. És ott a Superfest Ferrari. Hiperautót nem vittem terepre. Nem véletlenül. A laggolt, azt mondod? Én tudod, mire emlékszek arra, hogy egyik autó sem megy úgy, ahogy kell. De, nézd meg! Most reagál, geci, az Y-ra, a faszom! Elegem van ebben a játékban, le fogom törülni tényleg. Ezt ma úgyis elbukom. Azaz, ne add be a checkpointot, úgy van, te fasz! És geci, hallod mindenki elő, a Lamborghinik vannak elő, Gallardo, Huracán, meg az Aventador éjjel legelősebb, ami elő van. És én nem érem őket utolba, az meg az én Huracánomban.
meg aztán... Na mindegy, hagyjuk. Ez a játék úgy csak geci, ahogy lehet. Összes játék fos. Jó, a faszomat már használt, nem igaz! Geci, nem fogom most automatot tudni, hogy csinálok rajta. Elmegyek geci a kurva customjába, aztán ráteszem bazd meg az S900-as tuningot. Hol van? Úgyis itt a ház. Megvan a kocsi? Ügyes vagy. Hát hogy szerint meg lett neked a Volkswagen. Hát akkor megvan a Volkswagen, akkor kettőt nyertél. Hát ez a baj. Nem tudom miért ülsz amúgy a habokba. Nyugodtan csinálhatod, én is egyedül csinálom és megvan. Addig is gyakorolsz a Forzába. Na. Hol vagyunk? Fejlesztés. Eszkő. Várjál. Automatikus fejlesztés eszkő. Ja már csak S900 meg izé. Azért növel rajta, de. No, 892 így alapú badikittel, de valamit biztos, hogy kiszedett bele így az automatikus javítás, mert 900-ig főtesz és nőtt is ám a teljesítmény, meg a százalék is. Százalékban mérem az életet, meg persze egy kis víz ki jöhet hozzá. Utána meg a csöcsös lányok. Na, majd ezért megcsinálom azt a rohadt Forci G-Wagent is. De az a baj tényleg, hogy a Horizon 4-re is másfajta Horizon autók lettek már, mint Editionbe. És... hol a pálya? Ja, ott van, ahelyett akartam. Mert ami a 3-ban volt, azokat nagyon imádtam, azokat a Forza Edition kocsikat. Kár, hogy azt nem hozták ide bele. Csak a badikittes változatukat. Az indulása 10-es lett. Akkor sok minden nem javított a kocsi, már a sebessége maradt 7-9. A sebesség indulása lett 10. Gyorsul... Lancer Evolution-t. Megcsináltam. A Renault-s. A kis front. Akkor nem tudom minek vitt Renault-t. Hány ez szinti a gyerek? És csak Renault-ja van, 45-ös nekem már Ferrari volt. Csapódós kanyar, nem plusz kanyar. Hát kapcsolt ki a törést, azt nem törd össze az autót. Hát én kikapcsolt töréssel játszom, mert nincsen nekem szívem összetörni ezeket a szép kocsikat. Nem, mintha a törés fizika valami... Ja, hát igen. Ott igen. Na viszont most lejjedik vagyok az Urakánnal, na az a kisebb törét megérte. A gyorsulásom nem lett nagyeket veretű lett, mert mindjárt megelőz a másik. Gallardo, az a DLC-s. Mert ja, beadta. És azért épelt ki. De a kurva kerítés, geci, hogy nem látom, hogy ott van! Nincsen,
Forduljál már! Hát né, nyomom a gázgét, nem nyomom és nem fordul a kurva verda. Ez már nem lesz meg, elbukom. Második kögetsz és negyedik vagyok. Urakán, urakán, urakán. Hát ne játszani kéne többet, azt meg lesz akkor. Na, harmadik. Ahogy meg nem lehetne csinálni az éjszakos eventeket. Mert magáért a nyereményért megéri, de... Sárga urakán, vagy sárga urakán? Two head. Az. De ha hiszed vagy sem, azért az agresszív szeszint túl lehet járni. No, bazd meg, pont a végén meg első leszek. De mint a játék nem lenne rokon szembes velem, tehát... Geci, a Kruket is úgy tud csalni, de a Forza is amúgy. De melyik játék nem? Én kis 100% óta makró kettőt, nekem teljesen maxon van. Én már csak azt is hetente azért veszem elő, hogy a livestreamot fővegyem, de hát már az, hogy az meg a tegnap még egyszer olyan unalmas lett, meg hosszú. Mert végig menni Detroit-tól Miami-ig, meg New York-tól San Francisco-ig a hiperautó verseny. Pont a videó elejére raktam be pont a Volkswagent, és akkor lehetett volna egy rövid videó, de akkor már megcsinálom az egész őszi szezont. Úgyis megkaptam a Verdát. De ilyenkor nem tudom eladni. Ilyenkor nem tudom eladni. De manuálisan is eltávolítom, nem kell hozzá pénz. Így. Nem is kell a többi. Mármint, ja hát a Volkswagen, hát persze. Azért vágod, azért jövőben... Érted? Ja. Ja, még az 50%-át se teljesített. Tettem ennek. Oh, by Jesus. 42%-ban nyertem meg eddig az eventeket, te. 15 ezer körül. A riválisok ti ilyen venni, mi lesz? Jézusom, az a Raptor! Didi, a franc! De durva. Pontiac GTO és Chevy Impala 96. Das is Chimpala! Olyan Chimpala, olyan csintalan és Chimpala. Ja, de azt meg se csináltam, tehát így nem lett meg nekem a McLaren. De a Ferrari meg lett, úgyhogy az az egy meg lett belőlem. Őrülten jó? Őrült szerelem szárnyán, lovagol a vadas állam párján. Hát persze, mert most tehát a GTA-nél is úgy van, hogyha beülsz a részébe, a Fipster Neonba vagy melyikbe. A Porsche Copy-ba belülről hangosabb, mint kívülről. Just remember, keep your eyes on the road. You can admire the autumn views. Keep an eyes on the road. Championship. Hát nem.
Ne, jól van, ne! Várj. Nem, a traktort vihetem, Geci, te nem felsérre a traktort! Bazd meg a traktort! Á, ez nem hiszem el! Nem, figyelj a tököm, tudod, mit viszek? Ranger Rally Raid-et, csak ennek nagyon szar az irányítása. És aztán nem nyújtam hozzá manuálisan. De minek? A felnagyítás nem teszi ott a kocsira, mert rontja az fizikáját, vagy miatt a kömény. Mindent, egy multiplayer meccs még hátra van, és 42%-ban van meg! Hát utána hogyan francba csináljam tovább? Hogy nem értem. Rugózzá! Olyan jó, mint a fuzóka! Ja, már tudom, mely szar a... Már tudom, mely szar jutott eszembe szarul a port ez. Mert az felborul! Azért jutott erről eszembe rossz emlék, hogy ez nem csak annyira, hogy nem tud, hanem ez fel is... Ennyi. Jó, baszodjál meg, te tetves fos! Tudod mit, akkor hozom a izét, a rockstaros autót. Ugye rajta, mert több offroad autóm is van. Csak S2-re van felhúzva, azért nem tudom hozni. Bár jól olvastam, hogy még 5 óra van hátra a izéből. Állj! Ugye... Mi még a héten elkezdődhet a téli szá... Ah, a téli szezon, vagy mi? Jó, nézzük ezt a Red Bull-os autót, ez nem nyújtam, ez full alap, hogy ez mennyit megy. Amúgy ez a Red Bull autó volt a tutorial mapon is, azt hiszem. Nem, az a Rockstaros volt? De nem, az a Rockstaros volt a tutoriálos. Hát alig megy 300-at full tuningon, igen, tudom. Láttam róla mindent. De, várjál, de azért az utó meg nagyon tapad. Tehát nem kell fékezned, csak olyan kanyarokból kell. Hát, és belegondolom, hogy ezek az autókban tényleg létezik egy darab prototípus, és ilyen lesz a jövő, hát azért az nagyon durva. Mi? És ilyen kell bazd meg az embernek vakarózni, mikor Geci vezet? Faszom. Igen. Jó van, feltudinkolom 900S-re ezt a furgon, mert 900-ig mehet. Mert 8-15-ön nagyon gyenge, meg lassúnak is, meg lomhának is érzem. És egy kis upgrade nem árt neki. Persze, hát az direkt arra van kitalálva az a kocsi, hogy 265-tel kanyart vegyél be. De azért beteg hova fejlődik azért néha, tehát aki nagyon őrült, meg minden megcsinálja. És akkor a jövő már csak ilyen lesz. Ami ez a falszág jön. Ó, ez meg tényleg lalszok mindjárt. Megy persze, miért nem menne? Autotuninggal 844-ig húzza a furgont. Mi a fasz? Aztán lehet 900-ig kihúzatni. Akkor látod, hogy akkor ebben motorcsere lesz. Hogy alig van benne tuning is! Ó, te jó osztag úristen. Az
Összkerékhajtás, dob rajta egy kicsit, meg talán a turbo. Jó, hát a kuplunk tárcsa az elvileg lentkerék. Fék az max. Mi van? Megyek, mint a rohadt hírt. Mész? Ez most, ennyit lehet csak alakítani az autón 8.91-ig. Hát nehezebb lett, de erősebb lett. Mondjuk a súlytöblet nem tudom mennyire jó, de annyi, hogy maximum megfogja a kocsit talán. Mondjuk az egy motorcserét el tudtam volna. Hát ez lepjáró, nem arra van kitervezve, hogy sebességre menjem. Nem, így is elég gyengének hat szerintem. Tehát, hogy turbo meg összkereket raktam bele, így csak 8.91-ig ment. Tehát, hogy motor upgrade nem volt hozzá, az hogy kicsit gáz. Csak turbo meg az összkerék. De is 7-8-ra fővittem a sebességét. Meg a gyorsulása is nagyobb lett. Ja, annyi 300-zal. Látjuk már! Még le is sodor az útról, bazd meg, akkor a légáramlatot kelt. A kis autóval mész. Az Suzuki az kis távokra jó. Na, már rugalmasabban indult meg a Verna. Hát azon nem kell nagy tudása, csak pontokért megy. De ma az meg miért nem fog? Miért nem fordul már keci egyik autó se? Hát nem hiszem el! Hát geci, hallott bazeg, a drive-attán nem lassítom annyit, geci, hogy nekem kell, hogy kurva életbe megyek a kanyarokat, a retkes járgány. Hát bazd meg. Elkap. Jó van, geci. Na de első vagyok most. De még ez bukkanom. Hagyd ki, igaz az, úgy van, geci játék, úgy van. Bazzak ezt a pályt, mert a kurva rég csináltam. Mert az épített pálya, azt hiszem. Az az épített pálya, melyet ugratni kell fel alatt. Jaj ne! Jaj ne! Basznád teherbe magad, te tetves játék, már tényleg ám! És érted, geci, az ajbot nem dobám szaltól, rá, csak nekem adja be azt a játék. De oldal, hogy mádom a Forzát. Mi?
tud? Ja, hát az jó nagy meglepetés volt, ezt én is tudtam, hogy hátrafele ugyanannyival megy, mint előrefele. Ja, és az milyen lenne, bazd meg tényleg hátrafele, mész előrefele, akkor csak 265-tel hátrafele neked megy. Most így elmegy mellett, na az milyen összképet ad neked a valóságba. Elmegy le, pisolgsz, mint bólaszar a fagyorban. Nem az, hogy nem érted, nem az, hogy nem érted mi van, hanem így, elbambulsz, hogy nem tudom. És inkább az, az emberi elme összezavaródik, mert te láttad ezt az autót elmenni 265-tel, és láttad visszafele jönni 265-tel. Mi a valóság és mi a káprázat? Egy káprázatos démon. Lehet, hogy aztán a multiplayer versenyt nem fogom megcsinálni. Ott hát a másik. Hát nem, mert bazdmeg, az megint ez a... Hát inkább gyere, aztán próbáljuk együtt meg a multiversenyt. De ugye az, ennél a versenynél az van, hogy ez megint a zombi... Zombi fertőzés. Tehát ezt... Azt túl kell élni, és az a vicces, hogy... Volt, hogy nyertem. De a legokosabb play... Hogyan várjál? Ja nem, egyszer nyertem, de aztán nem zombis volt, mi is volt az? Hogy valami volt a fede... Ja igen, a pontfoglalós! Hát az, azt annyira imádtam, geci, a sorba megnyertem háromszor egymás után, mert az utána nehezebb volt a jobb játékosok ellen. Ugye pont a Bamburg kastélynek a izén is volt abban az eg, és genya... Nem, azt hiszem, az a zombis volt, most így mondom, gondolok vissza rá. Tehát, ugye minden homokban minden, az itt egy jó kis rally autót, azt hiszem a Quattro-t. Ezt össze-vissza, az elmenekültem a mindenki más szinte zombi volt, én meg túléltem. Hát már ezek, mert ugye bukkanó... Hát igen, mert ugye ez a... Mert volt ilyen bukkanós rész. Ugye a bamburkastikról a homokba. Így mehet fönn is, meg alul, meg besimultam genya izéhez, a gyerek meg átrepült felettem. Tök jó volt. Hát meg ugye magában a kastélyba is... Hája, meg ugye magában a kastélyba is ugratgathattál, és... ott is el lehetett lényegében menekülni. De azt is élveztem nézni, mit csinál. Sok barom, amikor engem akartak elkapni zombi módba. Na, jött a hegyi lejtmenet. Az összes lajpót bazd meg, Jeep-el jön, ja, amíg az a Jeep nekem azért nem jó ide, mert főn kimaxoltam full tuningra. Ez egykörös pálya. Ja, hát annál a zombi vulkánál szerintem bármit hozhatsz ott, hogy milyen a pálya maga. Na bazd meg, hát ez gyönyörűen, gyönyörűen kitervezett pálya. Ennél gyönyörűbben nem lehet. És bazd meg, ez... Mindenki bazd meg ezzel az izé jippel jön a Hot Wheels-ossal. Mi? Hát mondjuk az is érdekes lenne, ami tényleg. Azért az a... Te... Renfall, hát nyomom a retkes féket és nem fordul az a kurva verda! Hát ne, szopjon már tényleg hanyat engem az a kurva játék! Ez egy körös, de ebből nem lesz első helyen, úgy érzem. Hoppá! Azért az ajpot is tud hibázni. Végre. Ott a finish és második vagy... Mégiscsak meg lesz az első, jó van, nem szóltam. Érjük utol, érjük utol, érjük utol! És keci, átugrattam! Fölötte, ez epic mód. Ne! Ne már, bazd meg! Miért oda viszi, geci?
játszom ebben a rejtő játékban már tényleg. Nem? Hova mész? Baszd már meg! Na végre, két hiba kiavítás után. Miért nem ettél még reggel itt? Ja, most ettél, ja? Nekem tudod, mi volt a reggeli? Meg a tegnapi vacsora? A legjobb. Hagyma és zsíros kenyérpirot, gulyás krémbe. Ah, annál jobb nincsen. Ah, gyerekkori emlékek. Ez egy igazi nosztalgia. Nem tetszik ez a dizájn, mert szar. Ez a pálya, ennél szarabbat ki nem lehet találni tényleg. Az Aibot geci nem képes annyit hibázni odonám, mint egy játékos. Na, még akkor egy ilyen... Hol van? Itt. Sprint. Töltőképernyő szimulátor, na végre. Az a gond, hogy ez a G-Wangen Dindi, az nekem megvan, és tényleg, tehát most abból is egy plusz pénz jön ki belőle. Mondjuk, ami nincs meg, az tényleg a jövő heti számítta, ha jön az a Raptor. Az kéne. És ha inkább az lesz tényleg, hogy megcsinálom én is ezeket a versenyeket. Elég sokat kihagytam tényleg, úgyhogy mindegyiket fölveszem nektek élőadás formájába, a Rage mellett persze. Na. És tényleg arra leszek kíváncsi, hogy hány copyright figyelmeztetőt kapok a videó alá, ha YouTube öltén kiteszem. Mert ilyenek nézs, hogy ott a... a verseny még el nem indítod. Ugye ott is szól a zene, mert azt nem lehet kapcsolni. És akkor arra is bejel, volt például, hogy a YouTube-ben jelzem. Mert ugye akkor meg tudom nézni a videót, hogy hol kapta a copyright figyelmeztető. Nagyon... A YouTube nagyon... köcsög. Ilyen téren. Ja, ezt a pályát ismerem. Ugbazzeg, ez egy igazi hullámmenet völgye, fene. De ide ez a dakaros autó megteszi! Az igen, rámugratom! Miért húzza neki a sziklának, bazzmeg? Felborult, picit. Nehogy én boruljak föl. De nézd, nézd meg, geci, gyorsan fékezek, húzom balra, de nem reagál a kurva játék a mozdulataimra. Oké. Okay. Amúgy mi volt nekem egy? Nézd meg, ez meg még a fékre se. Hát nyomom, geci! Hát nem hiszem el ezt a játékot, te!
Olyan fáziskésések vannak ebben a játékban is. Hát épp az meg, hát nem hiszem el, és ráadásul azt mondta, hogy szimulátor, na arcade is szimulátor, de az irányítása az menné a szimulátor. Vagy a kettő üti egymást. Hát ezek nem tudsz megállni időbe. Ha fékezel, akkor se kezd el kanyarodni a játék, csak akkor, ha százal elmész. Pedig azt a kanyart még százal is be lehet venni, mert azért kormánnyal láttam videót, hogy csinálják. A joystickkal geci lehetetlen. Na meg az épített pályáktól heróton van geca. Mert jó, mondjuk én is csináltam, nem tagadom. De az azért jobban kifindultabb volt. Ma arra ügyeltem, hogy sokkal egyszerűbb legyen megnyerni elsőre. Például majdnem az 50 körös tereprali pályán, hogy olyan helyeken vezettem át a checkpointot, ahol még a vakember is átmegy. Na persze, lehet ott baszni, persze, szűkre raktam. De ott legalább az NPC is megfogja magát. Ja, ugye ez a pályán voltam, de ezt egy okos gyerek ezt átépítette, mert nem ilyen volt az eredeti pálya. És ugye a vízből ki kell jönni, mert az autó nem szereti, hiába terep autó, mert lassítja, meg össze-vissza dobálja. Mint a kenguru benzin lenne a kocsiból, ilyen pikpak, pikpak. Meg a végére egy baszi nagy ugratás. Ááá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 
Hát bazzeg, elrepül jobbra az autó, de egyenesen. De mi a faszom, dob meg! Az át, nem mindegy, megvan. Bár még a végére benzintelek. Ennél... Acsi! Megvan az achievement! Antumon mobil. Season champion. Teljesítettem a season-t. Ja igen, megvan a jeep is. Ez egy másik fajta jeep. Ó, oh, hello. Megkaptam rá egy 35G-s achievementet, mert teljesítettem. Végre egy kis G-pont farmolás nem árt. Bár nagyon értelme nincs. Hát, de látod, itt sem maxolom ki a játékokat! Te figyelj, hallod? Létezik ilyen. Az őszi szezonból mindent megnyertem, kivéve a szezonális játszótér. És mind megvan. És 49%-ban van ez meg. Akkor hogyan lesz 100%? Akkor ezt várulja már nekem valaki. Na, lépj be a konvolyomba, aztán gyere, megyünk zombi koronázni. Az legyen a videó vége, próbáljunk. Hallod? Én addig megcsinálom a Volkswagen. Megcsinálom akkor a Volkswagent addig. Jó. Ja, miért te nem csináltad mindig? Hát nem, mert hogy eddig a versenyekkel voltam elfoglalva. Az... Na. Megkapálom a garázs. Mi, megnyerted? Hát akkor minek? Hát akkor minek akarsz menni? De amúgy igen, lehet, mert a Kuba is megadja, mert régen az se lehetett. Megvan a Volkswagen? Az már el van nekem is. Azt csináltam meg legelőször a videó elején. A zombisat. Hogy legyen meg a 50% ebben. De most nem értem, 50% lesz, megnyerek mindent. Akkor abban hogyan lesz meg a Königsegg, azt se értem. Most ad akkor még egy plusz for...
Hát épp ez az, hogy honnan? Tehát mondom, már csak a zombi is van, ez a zombi koronás van az őszaki, őszízéből. És még az 50% sincsen meg, hát akkor hogy lesz 100%? Nem értem. Mi lecserélni bazd meg, aztán még ad plusz futamokat, vagy mi? Ne, ez az, hogy nem tudom. Az. Volt ettől a... G-vá... Ja, itt is van! Motherfucker, itt van! Hát így alapból nem értem. Most csinálok először, mert amikor bejöttek ezek a szemezási ilyeségek, de az a... Volkswagen meglett, illetve az Evolution ugye múlt héten. De most már inkább a jó kocsikról nem akarok lemaradni, mert ugye ezeket a kutya nem adja el aukciós házra, sajnos. Ennek az ára? Ezt szerintem 20 millió lehet eladni te, és mondok valamit. 450 ezer. Csak. Ja, meg például a Forzatomba, ami bejött ez az új Aston Martin, én ezt megvettem 4 millióért. Ha az volt, aki bazdmeg 10 millió volt a licit, 20 millió a vételár. Hát az így érdekes. Ja. Ja, de becsatlakoztál már a konvojba? Itt vagyok, hogy te elcsatlakoztál. Ja. Nem, mert én vagyok az izé. Na várjál, hol vagyunk? Én hívtalak meg, azt hiszem. Ja. Mert ugye a fesztivál esemény lista az meg megint más. Tehát annak nincs köze az izén. Ja, neked kell indítani, indíts ide a szezonális játszótért. A izéből, mert... De miért nem vagy az izé, amikor bejoin... De hát azért, nekem kéne lenni a hostnak, amikor te joinoltál. Én nem. Te jöttél rám elvileg magától. Fasza. És várjál, mert ugye a térkép tele van ezekkel a vizuális játszóterekkel. Mivel, hogyha az összeset meg kell nyerni, hogy megvegyen a 100%, mert nem egy van a térképen. Na mondjuk az akkor bazi nagy kamu így, mert azt nem fogom megcsinálni. Melyiket indítson? Hát menj be a Forza izéhez, ahol vannak ezek az események, azt indítsd el. Őszi, és akkor indíts el az egyiket. Várjál? Szezonális játszótér, őszi játékok, ide 800-as autó kell, de van, ami fehér kuponyában van jelezve, az miért is fehér? De az őszit kell indítani, az őszi szezonálisat, amin az óramutató van. De... És az a bányában van, bazd meg! Úgyhogy terepautó kell! Azért lehet hallani a hang. Össze is törtem az autót. És bárhogy gondolva, ez az autó, ezt versenyre építették, abúgy ment már a izén is a... Mi a izén ment? Ja, a Spice Peak-en is ment már ez a kocsi, mert volt, fönn van a YouTube-on. Meg nincs benne sebesség. Ezek ott van benne az ember, indítsd már el az őszi események közt, baszki, ha nem hiszem, mert ne a térképen keresd, legyen már töketlen. És olvasni nem tudsz, ott van őszi játékok, nincs teljesítve, szezonális játszótér, rá kell nyomni és elindítja.
Istenem, bazeg, hányszor mondjam el, alkalmisiket is vagy? Erőgé, mert bazd meg, ez így meg gáz. Hát igen, mennyire? Nekem én nem kaptam. Én nem kaptam mértesítést, hoppá, kívás teljesítve, ez is megvan. Szuper! Most ekkor mi van? Mi a faszom van? Most miért nem indul el? Vagy mi van már? Ja most esemény kezdete. Mindjárt indul, jó van. Csak később jött meg nálam. Na, jó terepautón van, de bazen nem biztos, hogy alkategóriásakat pont. Van kategóriás autóval a bányába terepezni és menekülni? Hát, az úgy érdekes. Főleg, hogyha egyáltalán zombis lesz, nem pedig koronafoglalós, hogy el kell venni a másiktól a koronát. Egyetek menetet keres konvojodnak. Ja, az most írta ki. Elég későn írta ki. Szállom, hasítom, cselles autóval, fingatom, baszomom, bidi bodi bum bum bum. Fura, hogy nincs hangja tényleg egy elektromos autónak. Tisztán mint a két ilyen. Már kíváncsi vagyok, meddig fogom mire... Még neked mondtam, szara neted akkor. Elvileg, akkor neked lassabban is fogja megtalálni a játékmenetet. Hehehe, add át a konvojizét, majd én keresek akkor. Ugye itt a baj, hogy a jó net meg a szar netre ütközik, akkor gáz a szituáció. Hoppá, kaptam achievementet megint. Várj, mi ez? Karsing Season Completed Bonus 1. Igen? Nem mondod tényleg? Berecseg? Na, 50%-ot elértem, és megkaptam a Mini Coopert. Nem azt mondom, hogy megvan. Recseg, igen. Nem, nem bírja a fülesed az, hogy az elektromos autó megy. Milyen fülesed van neked akkor? Összetákolt? Nekem stereo headset. Hallod, most adta be, hogy 50%-ot teljesítettem. Akkor én szerintem, ha meg lenne ez... Várj, ha ez meg lenne, akkor szerintem pedig meg lenne a 100%, csak akkor magyarul szóval bugos a játék. Hát most adta be úgy az 50%-ot, hogy minden más meg van csinálva, és csak egyet itt drifteltem. What? Hát azért nem most csinál, mert akkor nem fogsz bejoinolni, azt hiszem, ó, bazd meg. Párizsides évszakos eseményhez. Amúgy tudod, miért érdekes, hogy a Forzába ilyen kocsi is bekerült, mert a Gran Turismo foglalkozott mindig a jövőbeli autókkal, és az mindegyik részben megtalálható volt. Párosítás évszakos eseményhez, amúgy... Elfogadtad az invite-ot? Még mit ír neked a játék? Ja, hát keresi azt. De remélhetőleg talál. Az
a halkabb az meg úgy el suhanni, mint a izé, nem tudom mi. Félelmetes. Ez hülyeség, a ném autóra miért recseg a füles, amúgy nem is értem, hogy elektromos hagyja, de már... Nem! Na bazd meg! Hát ez Forza. Na, már talált is. Fogadd el, aztán joinoljál be te is, aztán... Csatlakozzod! Na, jó van. Őszi játékok. Üdvözöl az... Ennek semmi köze a géphez. Őszintén szóval, ennyi erővel vazzak, akkor minden füles ennyi erővel belecsekhetne, hogyha ez az elektromos Volkswagen-na megy. Most őszintén. Miért szerinted nekem ezek mind full alapok? Nekem van, de ezek mind full alapok, bazd meg. Az nekem megvan, de nekem van másom, nekem. Én mást hozok, én... Ja, ez DLC-s kocsi, ezt nem tudom hozni. A rohadjon meg Gergő, bazd meg, hogy mindjárt csak berúgom a kurva száját. Hát nem, geci, mert amíg homódatom az akkot, addig nem tudom használni a DLC-s kocsikat. Megvannak, benn vannak a garázsban, meg mindent nem tudom használni. Úgyhogy marad a másik apám kedvenc. Alissa Skyline! Ugye benne az izé gödörbe jó lehet izé itt fönn. Na ja. Hoppá! Meg egy MX-5-ös Mazda, akkor ez nem lett túl variálva. Akkor én hoztam körülbelül a legerősebb autót, a Skyline-t. Ale... ja. Nem! Mert azért az a MX-5-ös az maxon van. Meg a... Mazda megint MX-et vár. Ja, várja. Kettő csapat van, akkor ellenem vagy, bassza meg! Várj, mit kell csinálnom most? Vörös csapat nyerés rád. Ja, igen, a koronát! Oh! Nálam van a korona. Csapat királya teljesítve. Mi van? Majesties. Ennyi! So, do you all get to rule the kingdom, or will you take turns? Nem, én kimentem a koronával. Meglőttem a koronával! Az meg mi a fasz? Az geci, ez nem igaz! Nem. Ez mi a fasz volt? Ha nem. Ez mi a faszom volt, hogy őszintén 16 másodperc alatt kellett nyerni egy ilyet. Ha bazd meg. Igen, és vágott, hogy minden meg van csinálva nekem? Nem. 57%-on áll. Szerinted? Akkor mit csináljál? Ha
Hát mit csinál, az minden? Hát megnyertem mindent. Minden meg van nyerve. Az összes. Minden, ami kellett. Mert ez a havi riválisok, ez nem kötelező, nem? Azért mondom, megvan minden, megcsináltam az összes forzatont is, itt, ami most be volt rakva, meg megvan az összes, hát aranysárga minden. A Volkswagen is megvan, meg hozzájárom mind a hét verseny, megvan, teljesítettem. Hát akkor hogy a faszomba, hogy 57%? Mi a faszom akkor ez, egy bagos szar? What? Hát ezt nem értem. Na jó, függlányok, hát már ennyi lenne ez a live. Ja. Ennyi lenne ez a live. Mi volt itt? Rage is meg minden. Patrik is itt akkor. Nem hallottátok, de itt volt. Nyertünk. Szevasztok. De... Ja.